nekem tegnapi alkalmam volt egy kampányrendezvény keretein belül pár mondatot megfogalmazni. Egyrészt azt szeretném itt is elmondani, a kárpátai magyar közösség az egy politikailag érett közösség. Nincsen szüksége arra, hogy bárki is tanácsot adjon nekik. Én azt látom, hogy ez egy jó szervezet, egy irányba mozgó, a gyökereihez, az identitásához megkérdőjelezhetetlenül és görcsösen ragaszkodó közösség. Egy normális közösség. Ami alatt azt értem, hogy soha nem engedték meg azt maguknak, hogy az ukrán politika belerántsa őket abba a mezőbe, abba a iszabbirkozásba, amiben mi soha nem voltunk jók, és amiben mi nekünk nem szabad beneveznünk soha. A normalitás az, amit mi standardként minden társadalomban képviselünk. Ezt a normalitást képviseltük mi a 90-es években a Vajdaságban is. És tűnhet úgy, hogy normálisnak lenni és normalitást képviselni egy múlt időnek az értékrendje. Tűnhet úgy, hogy eredménytelen, mert hosszú idő múlik el és nem történik elmozdulás. De a mi példánk is azt mutatja, hogy a normalitás képviselete az előbb-utóbb meghozza a maga eredményét. És én biztos vagyok benne, hogy ez így fog lenni itt is. Biztos vagyok abban, hogy itt is majd az ukrán politikai elit egy adott pillanatban rá fog döbbenni arra, hogy normális társadalmat építeni csak normális szinten és normális mondatok kimondásával és a kölcsönös bizalomnak és a kölcsönös tiszteletnek a mezején lehet. És ilyen szempontból nekem az a meggyőződésem, hogy a kárpátai magyar közösség sikeres fog lenni. Most itt van egy hihetetlenül fontos nagy csata. Ennek a csatának a kimenetele szerintem mindenféleképpen sikeres fog lenni. Ugyanis a közösség fölnőtt ehhez a feladathoz, és meggyőződésem, hogy a maximumot fogja produkálni. Az, hogy ez a maximum elegendő fog-e lenni ahhoz, hogy parlamenti képviselőnk legyen, én remélem, hogy igen. De azt is látom, hogy az abnormalitás elve alapján az ukrán politika mindent megtesz annak érdekében, hogy úgy szabja meg a választási körzetet, hogy ellehetetlenítse, vagy megnehezítse a helyzetünket. Láttuk mi ezt a 90-es években ott nálunk Vajdaságban is, amikor a nemzeti térképnek a színei alapján rajzolták meg a választási körzeteket. De ez az idő is elmúlt, és meggyőződésem, hogy itt is el fog múlni, és én biztos vagyok abban, hogy a kárpátai magyar közösségnek az elkövetkező évben is lesz parlamenti képviselője Kijevben. Nagyon fontos ez. Az érdekérvényesítés, az ügyek képviselete és az általam imént említett értékrendnek a folyamatos felmutatása szempontjából.